Több mint 13 millió forintot nyert el Bonyhádváros önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán. Így a településen is elindulhat az illegális hulladéklerakók felszámolása, mondja Kaiser Mária, környezetvédelmi és területfejlesztési ügyintéző. Sajnos nem csak az országban, de Bonyhádon is problémát, illetve gondot okoz a jogellenesen elhelyezett hulladéklerakás, és ennek a felszámolására a kormány klíma és természetvédelmi programjának megfelelően a Tisztítsuk meg az országot projekt keretében nyílt egy pályázati lehetőség, mely nagy segítség az önkormányzatok, és így Bonyhádváros önkormányzata számára is, hogy ezeket az illegálisan elhelyezett szemétlerakókat úgymond felszámoljuk. Az igényelt és a megítélt támogatás összege az 13,4 millió forint. Ez két részből tevődik össze. Egyrészt a maga a hulladéklerakásnak a felszámolása, ez 11,4 millió forintot jelent megközelítőleg, illetve a terület úgymond tisztántartása és védelme érdekében egy már meglévő kamerarendszerbe vagy kamerarendszerhez csatlakoztatott térfigyelő kamerát helyeztünk el. A támogatás intenzitása 100%-os, és települési önkormányzatok esetében ez 100% előlegként kerül folyósításra. A pályázat megvalósítási határideje az 2021. május 31. Az ingatlanvédelmi rendszer kiépítése, illetve már meglévő rendszerre csatlakozása 2 millió forintot foglal magában. A hulladék összegyűjtése során ugye azzal is kell számolni, hogy esetenként bozótos, fás területen helyezkedik el ezek a jogállásan elhelyezett hulladékok. Itt a területet rendbe is kell tenni, aljnövényzetet kell gyéríteni, a hulladékot össze kell gyűjteni, megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatóval el kell szállítani, és jogszerűen el kell helyezni egy engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban. A városvezetés a régi szeméttelep területét választotta ki, amely közkedvelt illegális szemétlerakó, és ahová a rendszeres tisztítás ellenére is mindig visszatérnek a szabályszegők. Hiába takarítjuk a területet, megközelíthető más, tehát magasabban lévő területről, és úgymond ide leborítják gyakorlatilag a szemetet. A hulladék frakciókat tekintve leginkább építési törmelék, illetve lomhulladék, autóalkatrészek is előfordulnak ezekbe a hulladékokba, és ugye ez egy félreeső terület, nem városközponti részen van, ide úgymond gyakorlatilag bármikor kijöhetnek az emberek, és leboríthatják jogellenesen az otthon összegyűlt hulladékot. Leginkább a területeket tekintve, leginkább a városközponttól távol eső erdős, mellékutas területekre jellemző ez, hogy jogellenesen helyeznek el hulladékokat az emberek. Próbáltunk olyan területet választani, igen, ahol a legnagyobb mennyiségben helyeznek el hulladékot, és ugye a területvédelme szempontjából kamerát is helyeztünk el, hiszen a pályázatban erre is volt lehetőség, így úgymond szemmel tudjuk tartani ezt a területet, illetve a környezetét is, ugye itt megy több mellékút is, és az is gyakran a jogellenes magatartás színterévé válik, és így azt is szemmel tudjuk tartani. A jogellenesen elhelyezett hulladékok bejelentésére a lakosság közreműködésére is számítunk. Applikációban letölthető a hulladékradar elnevezésű applikáció. Ezzel a helyszínen fotót is lehet készíteni, azonnal a megfelelő hatósághoz kerül be ez a bejelentőrendszer, és így mindjárt tudunk intézkedni, illetve a hatóság egyből tud intézkedni a hulladék felszámolással kapcsolatban. És arra kérjük a lakosságot, hogy az otthon összegyűlt hulladékot ne jogellenesen helyezze el, hanem a gyár utca végén található hulladékudvarba, hogy ugyanúgy látható lom, építési törmelék, vegyszeres doboz, veszélyes hulladék, akkumulátorok, gumiabroncsok, ami leginkább jellemző úgymond az illegális hulladéklerakásoknál.